reggelt kívánok! Verekedés történt a Heves megyei Gyöngyös Patának Déderű nevű szervezet és a helyi romák egy csoportja között. A hírek szerint 4 megsérültek, 1 ember súlyosan. A településen több embert elvállítottak. A verekedés után több 100 rendőr érkezett Gyöngyös Patára, több helyen sorfallal zárták le az utcákat. A Déderű tagjai azt állítják, 80 cigány rohant rá 4 emberükre az egyik utcából. Vascsövekkel, karókkal várták őket, és a szervezet vezetője szerint készültek a támadásra. Horváth Aladár, a Roma Polgárjogi Mozgalom országos elnöke úgy tudja, a verekedés előzménye az volt, hogy terep színű egyenruhások egy csoportja megdobált a cigány soron egy házat. A Heves megyei kormánybiztos szerint kezelhetetlenné vált a helyzet a településen. Horváth László azt mondta, idézem, véget kell vetni a politikai katasztrófa turizmusnak, ide torkollok, az a politikai fesztivál, ami március elején indult.